Ez a Max. Matek mindenkinek, a műsor támogatója a Matek Oázis, www.matekmindenkinek.hu. Nagy-nagy szeretettel üdvözlök minden kedves Max Rádió hallgatót, akik esetlegesen most kezdték el hallgatni a Max Rádiót mostanában, és évek óta nem hallgatják, azoknak mondom, hogy ez egy új rovat, de tulajdonképpen mégse, hiszen évekkel ezelőtt már volt egy ilyen Matek Mindenkinek rovatunk, természetesen a matekmindenkinek.hu támogatásával, és nem én fogok matekozni, sőt, én sem fogok matekozni, tehát nem kell megijedni, nem lesznek matek példák, viszont a matekról fogunk beszélgetni teljesen másképpen, és van egy szakértőnk is, minden héten itt lesz velünk a vonalban, Balogné Békési Beáta, aki itt is van. Szia, Bea! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is. No, egy kis bemutatkozás kérek szépen tőled, Bea, hiszen azért vannak olyan Max Rádió hallgatók, akik még nem hallottak rólad. Hát a Matek Oázist alapítottuk, és az a meggyőződésünk és a küldetésünk, hogy mindenkinek elmagyarázzuk a matekot, és mindenkinek érthetővé tegyük, és közelebb hozzuk a gyerekekhez, hogy kevesebb diáknak, kevesebb szülőnek legyen ezzel gondja. Oké, hát azért nevetek, mert hogy emlékszem rá, amikor mi ezt annak idején először felvettünk ilyen beszélgetéseket veled, akkor én mindig úgy voltam vele, hogy Jézus Mária, én miről fogok a Beával beszélgetni a matek kapcsán, amikor én úgy utálom a matekot, baromira utálom, tehát ki nem állhatom a matekot, és a matek hallatán tényleg sokaknak menekülthetnék-e támad, de most pont őket kérjük egyébként, hogy maradjanak, mert hogy ez egy olyan matek, amiről most szó lesz, valami egészen más, mint amit sokan megutáltunk az iskolában, ugye, Bea? Hát igen, sajnos felnőtt két olyan generáció, az minimum kettő, ahol a diákok rengeteg kudarcot éltek meg a suliban a matekkal kapcsolatban. Kialakult az emberek többségében az olyan érzés, hogy én ehhez hülye vagyok, a matekhoz különleges képességek kellenek, ez csak kiválasztottaknak való, engem hagyjanak békén vele. És hát ez azért tragikus, mert soha nem volt még ekkora szükség matekot értő, a technikai eszközöket működtetni tudó emberekre, mint manapság. Ugye lenézik sokan a matekhoz értőket, pedig hát nélkülük összedőlne a mai civilizációnk, nem lenne energia, nem lenne tévé, számítógép, gyárak, stb. És hát amit sokan nem tudnak, pedig mi több mint 10 éve rendületlenül tapasztaljuk, hogy a matekot gyakorlatilag bárki meg tudja tanulni, tényleg mindenki, ahogy a honlapunk neve is szól, hogy matekmindenkinek.hu, és mindenki tud is jó eredményt elérni belőle. Ha, és persze ez fontos, ez a ha, hogyha hagyjuk a gyerekeket a saját tempójukban gondolkodni és fejlődni. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Ez nagyon érdekes, hiszen tényleg szükség van a matekra, valljuk be. De ugyanakkor ma is rengeteg gyerek szenved a suliban a matektól. Ez tulajdonképpen miért van, Bea? Amikor iskolában tanítottam, mindig attól szenvedtem, hogy ott volt az órán 20-30 gyerek, és hát mindnek más ugye a gondolkodási sebessége, egyik már régen unatkozik, mikor a másik még az előző lépésnél van elakadva, és hát nekem 20 féle ponton kellett volna tovább segíteni a gondolataikat egyszerre, hogy mindenki végig tudjon érni egy-egy probléma lépésein, és föl tudja fogni azt, amiről éppen szó van. Ráadásul a feladatmegoldásoknál kiderült, hogy az egyik a negatív számokat nem tudja mondjuk kivonni egymásból, a másikkal törtekkel nem boldogul, a harmadik meg azt nem érti, hogy miért kell ott egyáltalán kivonni a mennyiségeket, szóval egyszerre, ha 10 lett volna belőlem, az is kevés lett volna, hogy mindenkinek segíteni tudjak az órám. Ez a gond a matekkal, hogy különböző a gyerekeknek a gondolkodási sebessége, és különböző pontokon akadnak el. Ráadásul ugye hiányosságokat hurcolnak magukkal régről, hát vannak olyan felsősök, akik az alsós anyaggal nincsenek tisztában, szorzótáblákat nem tudják, nem tudnak írásbeli műveleteket végezni, és így tovább. És a matekban meg minden egymásra épül, és egyetlen gondolati lépést sem lehet kihagyni. De Bea, ugyanakkor azt mondod, hogy mégis mindenki meg tudja ezt tanulni, még jó eredményt is tud elérni belőle, akkor ez most hogy is van? Hát igen, azt látjuk, hogy iskolai keretek között nagyon nehéz megoldani, hogy minden gyereket minden gondolati elakadásnál átvezessünk, és minden gondolati elakadásnál segítsünk. Ugyanakkor nekünk pont ez adta az ötletet, hogy milyen klassz lenne, ha minden gyerek a saját tempójában tanulhatna, és minden lépésnél lenne valaki, aki tovább segíti ugye a gondolatmenetben. A férjem akkoriban multiknál dolgozott, és ott
e-learning módszerekkel kellett elsajátítaniuk mindenféléket. Ez akkoriban még nagyon gyerekcipőben járt, de mikor mesélt a módszerről, nekem mindjárt beugrott, hogy a matek tanításában milyen kasszul lehetne, milyen kasszul használhatnánk a számítógépet, milyen jó segítség lehetne ez. Ez komoly? Tehát meg lehet ezt oldani a személyre szóló magyarázatot, az egyéni haladási tempót egy számítógépes programmal, azt mondod? Igen, mi egy nagyon speciális programot fejlesztettünk ki erre a célra. Az a helyzet, hogy technikailag viszonylag könnyű megoldani, hogy magyarázatokat mutassunk a gyereknek, ehhez elég akár egy videó. Arra is már sokféle lehetőség van, hogy feladatokat adjunk a gyereknek, amivel gyakorol. Mi viszont azt programoztuk le, hogy már a magyarázat közben is apró lépésekben visszakérdezünk a gyerkőztől. Úgy építjük fel a tananyagot, hogy közben állandóan kontrolláljuk, hogy a gyerkőc minden lépést értsen. Folyamatosan gondolkodnia kell neki. Így nem veszíti el a fonalat, mindent érteni fog, és ráadásul még sikerélményeket is szerez a jó válaszokkal. Ezt akkor valahogy úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen hangos könyv lenne, amiben vannak feladatok is. Hát inkább úgy, mintha egy kedves magántanár ülne oda melléd, amikor kinyitod a számítógépet, hogy oda ülsz a gép elé, és ő elkezd magyarázni neked. Elmond egy logikai lépést, aztán mindjárt visszakérdez. Visszakérdez, hogy érted-e, mert persze nem így, hogy érted, ezt biztos ismered ezt a kérdést, ha megkérdezték tőled matekorá, hogy érted, és akkor összerezzentél, és azt mondtad, hogy igen, mert ugye hülyén érezted volna, hogy mást mondasz, szóval nem ezt kérdezzük vissza, hogy érted-e, hanem olyat kérdezünk, amin egy kicsit gondolkodnia kell, tehát konkrétan felteszünk egy matekos kérdést, amire, hogyha jól értette a diák az előzményeket, akkor tud válaszolni. És ha a válasz jó, akkor ugye szuper, akkor megdicsérjük, és lelkesen mehet tovább. De akkor sincs semmi gond, hogyha rossz volt a válasz, mert akkor legalább időben kiderült, és az, hogy mégsem értetlen tökéletesen valamit, hogy hányszor van ilyen, úgy nem is tudod, hogy hányszor van az, hogy a gyerek azt érti, úgy gondolja, hogy ő már ezt tudja, érti, és mégsem tudja megoldani a feladatot, mert annyira azért mégsem érti. Na szóval, hogyha itt ez kiderül, akkor csak egy kis rövid magyarázat kell, és már is sinem van, és jöhet a következő gondolati lépés, és így tovább. Az jutott eszembe egyébként, hogy már gyerekkoromban is ilyen végtelenül maradéktalan őszinte voltam, és ha megkérdezte tőlem a tanár, hogy érted? Akkor mondtam, nem. És hogy meglepődött a tanárnő, hogy mi van? Hogy nem. Mondom, nem. Hát én megmondom, őszintén nem éltem, és akkor így nézett. Na, visszatérve, szóval, hogyha folyamatosan gondolkodnom kell, vagy legalábbis gondolkodnia kell annak, aki így tanul? Hát igen, hát ugye ez a matekban sajnos nem lehet megúszni, hogy gondolkodni kelljen. A matek tudás azért lényegében a gondolkodni tudást is jelenti, tehát ezt pedig gondolkodás nélkül nem lehet megszerezni. Erre már ugye régen is mondták az ókorban, hogy nincs királyi út. Uh-huh. Viszont így ezzel a visszakérdezéses módszerrel nagyon gyorsan lehet tanulni, az a jó hírünk. És hát kutatások szerint is az úgynevezett teszteléses tanulás a leghatékonyabb, legeredményesebb módja a tanulásnak. Vagyis az, hogyha az új ismeretekre folyamatosan visszakérdezünk a diákoktól. Nem úgy, hogy csak el kell valamit ismételnie, hanem kicsit gondolkodnia kell rajta. Tehát ha így teszteljük az ismeretet, akkor sokkal mélyebbre kerül a gondolataiban, a tudatában. És hát azért ezt tudni kell, hogy igazából ez a hátránya is ennek a programnak, hiszen nem lehet megúszni ezt az energiát, amit bele kell fektetni, és több energiát kell belefektetni, az biztos, mint hogyha csak egy magyarázatot hallgatna valaki. Viszont hát én ahhoz hasonlítanám, hogy olyan ez, mint hogyha mondjuk két út lenne a síterepen a hegyre, az egyik egy lankás, kacskaringos, hosszú, amin gyalogosan kezdetben el lehet indulni, és akkor eleinte olyan kényelmesnek tűnik. Ugyanakkor, mire fölérünk, azért rájövünk, hogy hát ez kicsit hosszú volt. Ugyanakkor ott a tárcsás felvonó, nem tudom, sietél-e már, a tárcsás felvonó, amiben koncentrálni kell, de ez olyan, amire nem lehet csak úgy fölülni, tehát nem az a libegőféle, tudod, hanem koncentrálni kell, mert a síléceken megy föl igazából az ember a hegyre, saját sílécein csak húzza fölfelé egy eszköz, amivel viszont egyensúlyozni kell, meg dolgozni kell az izmaidnak is, de hát azért remek segítség ahhoz, hogy 5 perc alatt fölér az ember a hegyre. Tehát egy kis plusz koncentrálásért cserébe
a gyors haladás azért nyilván megéri. Úgyhogy... Azért nevetek, mert én tudja, hogy a csákányos felmódot választanám, ami tehát most a ti tanulási módszereteteknek felel meg, és azt állítod, hogy ez mindenkinél működik? Hát igen, az a helyzet, hogy mindenki képes megtanulni ennek a felvonónak a használatát. Eleinte kicsit gyakorolni kell, meg néha elesik az ember, meg kiesik belőle, vannak izgalmas szituációk, de egy kis gyakorlással menni fog. És hát ugyanezt állítjuk mi a matekkal is, hogy tényleg egy kis energiafektetés, hogyha nagyon sok hiányossága van, akkor az elején tényleg egy kicsit többet kell betenni, ez olyan, mint a tanulási időszak itt ennél a felvonónál. De ott egy jó oktató mellette is menni fog, és ugyanúgy élvezni fogja a diák, mint a síelést, aki ezt megtanulta. Igen, én nem fogok síelni, tehát ezt én már rég elhatároztam, most már 46 év után azt mondom, hogy nem fogok síelni. Egyébként egyrészt azért, mert utálom a hideget, de ezt azért annyira mégsem mondanám, hiszen azért itt is van egy ellentmondás, mert hogy Erdélyben meg imádok menni, és ha tehetem, akkor idén szilvesztert is a Erdélybe fogom tölteni, és ugye hát az biztos, hogy fölmegyünk a Madarasi Argitára, és aki már járt ott, az tudja, miről beszélek, mert hogy azért másfél méteres hó van, de ott sem fogok síelni, az egészen biztos. De visszatérve, szóval, hogy a matekot is élvezni lehet, és egyébként tehát, hogy tényleg lehet? Na, erről is fogunk majd legközelebb beszélgetni. Addig is javaslom mindenkinek a matekmindenkinek.hu oldalt, aki szeretné jobban érteni és tudni is a matekot, vagy aki a gyermekének szeretne segíteni ebben, annak tényleg érdemes ellátogatnia erre az oldalra. Legközelebb innen folytatjuk. Kedves Megszádió hallgatók, az elmúlt percekben a Matek Oázis. Jó voltából, Balogné Békési Beáta volt a vendégünk. Bea, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is, és üdvözlöm a hallgatókat. Szia! Szia! Matek mindenkinek, a műsor támogatója a Matek Oázis. www.matekmindenkinek.hu. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.